Hadcsontvári képe van a Miskolci Herman Otto Múzeumnak. Itt van a mandula virágzás, a kereti pályaudvar éjjel, mindkettő nemzeti műkincseink közé tartozik. És hát van egy kis egészen kivételes értékünk is, ez pedig a Passió című nagy kompozíciójának egy töredékképe. Többször előfordult Csontvárival, hogy bizonyos nagyobb méretű képeit, amikkel nem volt valamilyen oknál fogva megelégedve, utólag apróbb darabokra vágott. És ezzel a Passió kompozícióval is ez történt, vélhetőleg ő volt az, aki feldarabolta a képet. Dűből, vagy azért, hogy külön műalkotás szülessen? Valószínűleg azért, mert bizonyos képi részletekkel meg volt elégedve, még másokkal nem. Tehát a nagy egészen együtt nem, de bizonyos részleteket viszont megőrzésre méltónak talált. Ebből a nagy kompozícióból három kis töredékkép maradt fenn. Egyik kis képecske, és ezt őrizzük mi, Dr. Petros Sándor Miskolci Műgyűjtő tulajdonába került. A másik kettő pedig Zárkortvani Ferenc Műgyűjtő tulajdonába került. A Miskolci töredékképnek az adja még ezen felül is a különlegességét, hogy gyakorlatilag már ez az egyetlen egy, ami ténylegesen megmaradt, ugyanis a II. Világháború idején Hatvani Báró félve attól, hogy a németek elviszik a gyűjteményét, a legjelesebb darabokat banki trezorban helyezte el Budapesten. És valóban a németek nem találták rá a gyűjteménynek erre a részére, viszont a Vörös Hadsereg rátalált. És a banki trezorba zárt fontosabb darabokat végül is a szovjetek vitték magukkal, és mai napig nem kerültek elő ezek a darabok, tehát a másik két töredékképet fekete-fehér reprodukcióból ismerjük. A Petró Sándor tulajdonába került Passió kép az egyetlen, ami erről a nagy kompozícióról hírt adhat. Egyelőre most a raktárban van. Az igazság, hogy itt az állandó kiállításban nem tudunk bemutatási lehetőséget adni minden kiemelkedő értékünknek. És ez az oka annak, hogy négy csontvári kép mellett két méretében kisebb valamennyi alkotást raktárban őrzünk. Ez végül is egy ilyen édes átok, mert hát a raktári gyűjteményekben több olyan darab is van, hál' Istennek, ami úgy egyszer-egyszer meg tudja magát mutatni. Kiállításokban például azért, mert kölcsönadunk innen bizonyos darabokat, és akkor helyett tesszük arra bizonyos időszakra egy másik képet a raktárból. Nincs akkor alapterületünk jelenleg, hogy minden kiemelkedő értéket állandó jelleggel meg tudjunk mutatni. Az eredeti kép az egy sok alakos kompozíció volt. Az a három darabka, amit tudunk, abból arra lehet következtetni, hogy 20-30 emberi alakot is mutatott ez a nagy kép, és hát nyilván ugye a kompozíció megítélése akkor lehetséges, hogyha ilyen puzzle-ként összeáll előttük az egész nagy vászon, ez csak egy aprócska kivágat belőle. Az az érdekes, hogy azt mondod, hogy nagy kompozícióról van szó, és ez a Krisztus, mint valószínűleg központi jelen, mégis nagyon pici. Nagyon pici, igen. Igazából a másik két képecske alapján a többi figura is ilyen léptékű volt. Tehát nem emeltek ilyen módon, hanem valószínűleg inkább olyan módon, hogy közvetlenül a kereszt környékén nagy volt az üresség, tehát ilyen szempontból adott neki egy főszerepet, centrumba állított.